tetted rá? Arra elférünk. Az a másodban lesz. Egy perc pihenésre sincs idejük a hajdani szegzárszálló földszintjén dolgozó önkénteseknek. A Garai téren hétfő óta működő adománygyűjtőpontra folyamatosan érkeznek a felajánlások. Nem gondoltam volna, hogy ennyire, tehát tudtam, hogy az emberekben benne van ez a segítségnyújtás, és hogy mindenkinek tenni kell, és az önkéntesek is rengetegen jelentkeznek. A magánszemélyek mellett vállalkozások, sőt iskolás osztályok is gyűjtésbe kezdtek, hogy tartós élelmiszerrel, tisztálkodószerekkel, ágymatracokkal, takarókkal vagy éppen elektromos fűtőtestekkel esetleg önkéntesként segítsék a háború sújtotta ukrajnai Ungváron élőket és az oda menekülőket. Egyre több az önkéntesünk, és már a tanulóimnak a gyermekei is, tanulóim is itt vannak segítőnek, és rengeteg mindent hoztak ma is, sőt a gyakorlóiskolából egész osztály jött itt, és már délelőtt is egy osztálytól csomagokat kaptunk, amik ők gyűjtöttek össze az iskolába. Ezek mellett recept nélkül kapható gyerek és felnőtt gyógyszerekre, például láz- és fájdalomcsillapítókra, valamint egészségügyi ládákra is egyre nagyobb szükség van. Rugalmas rögzítő pólya. A gyűjtőponton dolgozók továbbra is várják az adakozók hívásait egy erre kijelölt telefonszámon, ahol részletes tájékoztatást tudnak adni azzal kapcsolatban, hogy éppen mire van szükségük a háborús övezetben élőknek Ungváron. A tisztálkodási szerekből most nagyon jól állunk, úgy látom, hogy az, ami tényleg szépen gyűlik. Pelenkákat, azokat kérnénk még, tehát gyerekpelusok, azok jöhetnek, valamint fekvő helyek, tehát matracok, párnák, takarók, ez még valóban erre szükség van. Eközben az önkormányzat gyűjtőszámlájára is érkeznek a pénzadományok, oda bárki utalhat. Azt kérik, aki segíteni akar, a közlemény rovatba írja Ukrajna. Volt, aki több 100 000 forinttal támogatta a háborús övezetben élő családokat. A polgármester úr felajánlott 500 000 forintot a polgármesteri keretből az adomány gyűjtés céljára. Azt, hogy ezt mire költjük, azt teljes egészében rábízta a csapatra, úgyhogy nyilván ebből azt fogunk vásárolni, amire a legnagyobb szükség van. Az önkormányzat munkatársai folyamatosan dolgoznak a segítségnyújtás kiterjesztésén. A Városházán munkacsoport alakult, aminek tagjai elsőként felmérik, milyen épületekben tudnák elszállásolni a menekülteket. Felmérjük a lehetőségeket, és felkészülünk arra, hogyha a helyzet fokozódik, akkor hogyan tudunk segíteni. Egységes álláspont az, hogy mindenképpen segítenünk kell. Ne legyen rá szükség, de nyilván nem szabad ezt most kizárni, úgyhogy erre fel kell készülni. A tervek szerint az első szállítmányadomány szombaton indul útnak Ungvárra, a gyűjtés viszont nem fejeződik be. A cél, hogy Szekszárdról a háborús helyzet rendeződéséig segítsék a Kárpátalján élőket.